Ugye mostani téma a földvilágosodás, az egyház és az egyháznak a viszonya. Hát egy kicsit már a múltkor, amikor az egyház is a születő természettudományok viszonyáról beszéltünk, már bevezettük ezt a témát. De lényeg az, hogy most a földvilágosodást úgy szokták fölfogni, mint valami nagyon-nagyon pozitív dolgot. Ugye már a nevében is benne van, hogy az éjszaka, a sötétség uralma után végre valami pozitív történt, végre felvirradt a fény. De hát ugye kérdés, hogy ez milyen fény, mert hát ugye az Úrnak a legfényesebb angyala is, tudjuk, a fényhordozó angyal az végül is hogy járt a végén, és milyen fényt hozott az emberiségnek valójában, úgyhogy ezt nagyon meg kell vizsgálni, hogyha valami elsőre nagyon jól hangzik, és nagyon pozitív szólamokat pufogta, hogy vajon hosszú távon is olyan jó-e, és olyan jó-e a hatása is a dolognak. Tehát lényeg az, hogy tulajdonképpen a mi oktatási rendszerünket, a történelemtudományunkat, sokszor a teológiánkat is nagyon befolyásolják ezek az elmúlt évtizedek, sőt évszázadok, ahol ugye tulajdonképpen a fölvilágosodás az minden haladásnak, minden ugye tudományosságnak, értelmes, pozitív dolognak, igazságos társadalmi rendnek a gyökereként lett megjelölve. Hát természetesen ugye akár a szocializmust nézzük, a materializmust, akár a most vívó ugye liberális szemlélete, hát ezek mind ugye a fölvilágosodásra vezethetők vissza, és ott vannak az igazi mély gyökerei. Tehát nem csoda, hogy az elmúlt időszakokban, és ma is az uralkodó ideológia, az pozitív fénybe vetíti föl egyértelműen a fölvilágosodást. Na most hát nézzük, hogy mi is a lényege ennek a szellemirányzatnak. Hát elsősorban ugye az, hogy miután fölbomlott a középkornak ez az egységes keresztény világképe, ami tulajdonképpen integrálta ugye a lelkiséget, a tudományosságot, a művészeteket, az egész emberi kultúrát, és az egésznek a központja, hogy az Istennek az imádás, az Isten előtti hódolat, az Isten titkainak megismerése volt. Most ez ugye már a reneszánszal, humanizmussal kezdett fölbomlani, és a fölvilágosodásban végként szétesett. És most ugye a felvilágosodást azt mondja, hogy a középkori sötétséggel szemben, ugye ez, hogy sötét hoz középkor, ez is innentől kezdve dívik ez a kifejezés, hogy a sötét középkor lett volna. Holott hát láttuk, hogy azért messze volt a középkor a sötétségtől. Volt mondjuk olyan század, főleg a 10. század, ami hát erkölcsi szempontból is hát nagyon rázós volt, és nagyon hagyott maga után kívánni való, de az egész középkor egészen azért alapvetően egy keresztény centrikus kultúra és civilizáció volt. Na de most ugye hát a sötét középkorral szemben egyre inkább hangsúlyozzák ugye az észnek a függetlenségét, a méltóságát, tehát mondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb tulajdonsága a szekularizmus, tehát a Istentől való függetlenedés, hogy gyakorlatilag, ha el is ismerjük az Isten létét, de a gyakorlatban, a mindennapi életünkben ne engedjünk neki túl sok beleszólást. A másik a racionalizmus, tehát egy korlátlan bizalom az emberi észben, értelemben, és minden téren az észszerűt akarja diadalra juttatni a felvilágosodás. Aztán van egy ilyen tulajdonsága is, amit úgy nevezünk, hogy naturalizmus, tehát a természetnek a kultusza, mondván, hogy a természet önmagában is, az emberi természet is, hát szeplőtelen, tiszta, tökéletes, és tulajdonképpen nincs más feladatunk, mint hogyha a természethez visszatalálni, és a természettel összhangban élni. Ugye szemben azzal a természet felettivel, amit ugye a középkor keresztény kultúrája hangsúlyozott. Szóval mindenképpen a reformáció is ennek az egész folyamatnak a gyorsítója, a katalizátora volt. És aztán ugye megjelenik most az a kép is, hogy nem csak a katolikus vallás dominál Európában, hanem hát vannak különböző egyéb
ugye opciók is a vallási piacon, hogyha úgy tetszik. Tehát a reformáció nagyon gyorsan, ahogy láttuk, ugye számtalan kisebb frakcióra, felekezetre bomlik szét, és ezek egymással is ellentétben állnak a tanításaikat tekintve. Az egyetlen közös az, hogy mindjárt elutasítják a katolikus hitet, ugye. Na most fölmerül az a kérdés, hogy a sok közül melyik az igazi vallás? Van egyáltalán a vallási területen olyan, hogy abszolút igazság? Ez egy nagyon ugye újkori gondolk kérdés, föltevés. Aztán hát a természettudományok megjelenésével ugye kialakul ez a bizonyos természettudományos világkép, hogy most már ugye az emberi ismereteket nem a hagyományra akarják alapozni. Ugye a középkorban mindig az volt a kérdés, hogy mit mondanak az autoritások, a régi tekintélyek, ugye kezdve Arisztotelésszel, Platónnal és a többiekkel, és most pedig ugye nem hisznek a tekintélyekben, a hagyományban, hanem az a kérdés, hogy az én tapasztalatom, a megfigyelésem, a kísérleteim, azok milyen eredményeket hoznak. Tehát csak annak hiszek, amit az én értelmem fölfog, amit az én tapasztalatom mutat, amit én kísérletekkel vissza tudok igazolni. És hát egy olyan határtalan optimizmus is uralkodik, hogy a tudomány az előbb-utóbb a világmindenség összes problémájára választ ad, minden nyitott kérdést megold, az emberiségnek az összes gondját, baját megoldja, és végül is a vallásra nem lesz szükség, tehát teljesen kiszorul a vallás az emberi életből és a kultúrából. Hát ugye ez mennyire ugye a jelennek az álláspontja, hát ez gondoljuk bele a nemrég elhunyt Stephen Hawkingra, vagy csomó más ilyen természettudósra, akik ugye hát a mai napig hiszik azt, amit nekünk még ugye a szocialista szellemi iskolába folyamatosan tukmálták belénk, ugye ezt, hogy tulajdonképpen a vallás az a tudatlan, primitív öregasszonyoknak ugye a világnézete, ami méltatlan, egy ilyen okos, kitűnő diákhoz, mint te vagy, ugye, és akkor hát egy kicsit hízelektek is az embernek, és hát ugye végig az volt a cél, hogy hát ezt ugye ki kell nőni, ezt magad után kell hagyni, és hát egy okos, művelt ember az nem hihet ezekben az ősi babonákban, mert itt van a tudomány, ami most ugye minden lyukat betöm, minden ugye homályra fényderít, és beköszönt az emberiségnek az új aranykora, a tudománynak, az emberi észnek a segítségével. No, tehát ezzel párhuzamosan viszont abszolút bizalmatlanság minden hagyományos értékkel, minden tekintéllyel, minden vallással, mert ezek mind gúzsba kötnek, ezek mind korlátozzák az emberi ész szabadságát. És aztán ugye hát megjelenik a politikai és társadalmi életben is, hogy hát a társadalomban is próbálnak valamiféle ilyen úgynevezett természetes társadalmat megalapítani, amit az észnek a törvényei vezetnek, ahol nincsenek már ugye ilyen kívülről rákényszerített tekintélyek, mint amilyen a király, vagy például a nemesi réteg, vagy például az egyházi vezetők, hanem ugye egyre inkább a társadalmi életben is ez az egyenlősdi, ez hogy mindnyájan egyenlők vagyunk, majd a francia forradalom ki is jelenti, hogy testvériség, egyenlőség és szabadság, ugye. Tehát mindenki egy szinten van, nincsenek vezetők és vezetettek, nincsenek uralkodók és alávetettek, ne legyenek gazdagok és szegények, hanem ugye egy ilyen általános nivellálás történik, ami szerintük igazságos társadalomhoz vezet. Aztán legközelebb majd meglátjuk, hogy a francia forradalom az ennek a konkrét megvalósítási kísérlete volt, és hát, hogy az mennyire tudta megvalósítani a szabadságot, az egyenlőséget és a testvériséget. No, szóval ez az, amiről mindig ugye beszélek, hogy az első hallásra ne higgyünk a szép szólamoknak és a kecsegtető ugye fogalmaknak, hanem mindig nézzük meg a tényleges ugye helyzetet. Aztán még egy fontos tulajdonsága a felvilágosodásnak az utilitarizmus, a haszonelvűség. Tehát azt kell nézni, ami hasznos
az emberi élet számára, a világnak az észszerűbbé tételére, és ugye csak a hasznos dolgokat kell előmozdítani. És ebből a szempontból az imádság, a szemlélődés, ez egyáltalán nem hasznos. Mert ugye az nem hoz pénzt az ember konyhájára, nem épül semmi látható, mit tudom én, épület, vagy intézmények, stb. Tehát az imádságnak a gyümölcse az nem ennyire anyagi ugye, haszonnal mérhető, és majd hát lesznek, akik ezt is el akarják törölni. A moralizmus, tehát az olyan fajta erkölcsösség, ami azt mondja, hogy hát az ember tulajdonképpen ugye az egyetlen cél, a vallásnak, ha még van célja és van értelme, akkor ez az, hogy erkölcsös embereket neveljen, de ez nem valamiféle ilyen kinyilatkoztatós isteni erkölcs, hanem a természetes erkölcs, amit az emberi ész föl tud fogni. Tehát mindenki észszerűen, ahogy a saját lelkiismerete diktálja, próbálja erkölcsös életet élni, és hisznek a fölvilágosodás nagyjai, hogy ez lehetséges. Tehát az abszolút tagadják az eredeti bűnt, tagadják az emberi természet rokonságát, azt mondják, hogy hát az ember önerőből képes, tökéletesen, észszerű, erkölcsös életet élni. Ugye ez már az ókorban is megjelent ez a gondolat, egy Pelagius nevű eretneknek a elméjéből, és hát ez az a hírhet pelagianizmus, ami túlzottan az emberi erőfeszítése és az emberi képességre épít. No, szóval, tehát a múlt semmibe mevését már mondtuk, illetve az optimizmus a haladásba és a haladás győzelmébe vetett rendíthetetlen hit. Tehát ez egy ilyen evolucionizmus is, hogy tehát szükségszerűen az emberi történelem az mindig ugye az egyre tökéletesebb és jobb ugye, rendszerek felé fejlődik, és hát a végén az aranykor vár minket, és ugye hát amikor azt mondják, hogy a történelem kerekét nem lehet visszaforgatni, akkor azt mondják, hogy tehát mindaz, ami a sötét középkorhoz tartozik, azt ugye menthetetlenül ugye túllépte a történelemnek a folyamata, tehát most már a boldog aranykor elé nézünk, hát mondjuk nevezték ezt szocializmusnak, kommunizmusnak is, nevezték sokféle elnevezéssel, de minden esetre egy ilyen utópia, egy ilyen teljesen irreális, elképzelt, ugye ideális állapot, ami nem a mennyország, még véletlenül sem, vagy nem valamiféle keresztény társadalom, hanem szigorúan véve evilági paradicsom. Tehát itt a Földön emberi erővel fölépített evilági jólét. Hát ugye honnan is indul ez az egész mozgalom? A két legfejlettebb európai országból, Angliából és Hollandiából, és meg kell említeni néhány híres nevet. Francis Bacon, ugye egy angol hát filozófus, aki még azért nem szakított teljesen a vallással, viszont a skolasztikus középkori ugye, filozófiai módszerrel szemben a módszeres kutatást részesíti előnyben, és az ismeret egyedüli forrásának az érzékelést tartott. Tehát amit én érzékelek, tapasztalok, csak arra építhetek. Holott hát tudjuk, hogy a tudomány is azért egy csomó olyan tételre épít, amit egyszerűen el kell hinni, amit nem lehet bizonyítani. Tehát vannak olyan axiomák, amelyek nem is szorulnak, és nem is lehetséges őket bizonyítani, hanem a priori eleve elfogadjuk őket, és ezekre építünk. Aztán ugye a deizmusnak a megalapító, hogy mi a deizmus, tehát egy olyan vallási fölfogás, ami ugyan nem tagadja az Isten létét, de azt mondja, hogy Isten megteremtette a világot, és mint aki dolgát jól végezte, elment szabadságra, és azóta sem jelent meg, hogy megnézze, hogy mi történt az ő alkotásával. Ezt is gondolják a földvilágosodáskori optimisták, hogy ugye az Isten a lehető legtökéletesebb világot alkotta, tehát hogy itt minden a lehető legtökéletesebb, nem is lehetne jobb, és ugye ezért nincs is szükség arra, hogy Isten most utólag beavatkozzék, és hát mint egy stoppolja a lyukakat, és helyreállítsa a hibákat, hanem ő egyszerűen ugye már elvégezte a munkát, és nincs mit keresni ebben a világban. Tehát ugye a
kerék mozog, a gép mozog, az alkotó pihen, ezt ismerjük, ugye ezt a fölfogást, ez a deizmusnak a tipikus tétele. Hát ennek a irányzatnak, fölfogásnak az atya Lord Edward Herbert of Cherbury, aki ugye mind a 17. században éltek, ezek a filozófusok, gondolkodók, és azt mondja ez a Lord Cherbury, hogy csak azok a vallási igazságok fogadhatók el, amelyekben minden vallás megegyezik. Tehát egy olyan vallást kell csinálnunk, amik egy ilyen általános világvallás, és csak azok a tételek kerülnek bele, amelyek körül nincs vita. Tehát mindnyájan elfogadja a hindútól a keresztényig, az animistán keresztül mindenkinek egyformán megfelel. Tehát Isten a legtökéletesebb lénynek tartják, de a világ ugye nem szorul rá Isten utólagos beavatkozására, vagy javítgatásra, nincsenek csodák, nincs szükség megtestesülésre, nincs szükség megváltásra, hát minek is kellene a legtökéletesebb létező világot megváltani. Mikor minden rendben van, és nekünk embereknek amúgy is erőnk van, hogy mindent a lehető legjobban elrendezzük Isten nélkül, és nincs szükség sem kinyilatkoztatásra, hiszen ugye az emberi ész az mindent megold, anélkül, hogy Isten valamiféle külső tudással, információval, törvénnyel befolyásoljon minket. Mondani sem kell, hogy ugye ezek a földvilágosodáskori gondolkodók az egész evangéliumot is úgy, ahogy van, mesének tartják. Tehát volt egy Renán nevezetű híres ugye író, aki a Jézus élete című könyvében szépen leírja, hogy ezek mind ugye az apostolok által kitalált mesék, történetek, hát sajnos én is a teológián ugye még 25 éve is ezt tanultam, hogy ugye javarészt ezek nem megtörtént dolgok, hanem tulajdonképpen ugye ilyen szimbolikus történetek, amivel az apostolok a saját hitüket próbálták kifejezni, és hát például mindjárt az egyik órán, az első alkalommal azt hallottuk a tanártól, hogy hát ha most hirtelen föltalálnánk Jézus sírját, és ott lenne Jézus teste, vagy csontjai, ugye, akkor ez minket nem befolyásolná, hiszen mi tudjuk, hogy nem az a lényeg, hogy Jézus holttestével mi történt, hogy az mondjuk kijött a sírból élve, hanem az a lényeg, hogy az apostolok szívébe támad föl, és hogy mi ugye hiszünk ebben. De hát ugye ez nem érinti ugye a fizikai világot, a biológiát és hát a természetet, hanem ez csak egy ilyen lelki, belső történet. A Renán, ha jól emlékszem, akkor úgy gondolta, hogy Jézus egyszerűen elájult a kereszten, és akkor a hideg sírban nem magához tért is kisétált, ugye. Tehát mindenre megvan a természetes magyarázat, nyugi, nem kell csodára gondolni, az ember ész ezeket is majd mind helyre, tehát a helyére teszi. No, aztán ugye hát, hogyha már filozófusokról van szó, akkor emlékezzünk meg az újkori filozófia alapító atyáról is, René Descartesről, tehát minden ugye Descartesnál indul el. De mit csinál a középkori filozófia? Egyszerűen a valóságot vizsgálja, tehát a valóságból indul ki, és azt akarja ugye megérteni. És hát eleve föltételezi, hogy a valóság van, tőle függetlenül is létezik, adott, és ugye van egy ilyen definíció, hogy mi az igazság, adequatio mentis ad rem. Tehát, hogy az ész ugye hozzáigazodik a dologhoz, és összhangba kerül a külső dologgal, a külső igazsággal. Van most ezzel szemben, mire helyezi a hangsúly Descartes? A személyre, a szubjektumra. Cogito ergo sum, mondja Descartes. Gondolkodom, tehát vagyok. Mindenben kételkedni kell, semmi sem biztos, egy dolog biztos, hogy én vagyok. Mert én gondolkodom, én ismerem föl a világot, tehát a szubjektív tapasztalat és a szubjektum a lényeg. No, tehát ugye ez az alapvető fordulat meghatározza az egész földvilágosodást, és mindent, ami utána következik, hogy már nem az objektív valóság a fontos, hanem a szubjektív valóság. És ennek a végső kicsengése az, amikor ugye hát van egy ilyen irányzat, hogy szolipszizmus, ami azt mondja, hogy csak én létezem, és minden körülöttem önök mindnyájan az én tudatomnak a kivetítései.
tulajdonképpen egy rossz álom, amiből föl kell ébredni, hogy van valóság rajtunk kívül, és lehet, hogy most önök közül valaki idejön, és lekever nekem egy jó nagy pofon, hogy ráébreszed arra, hogy én is létezek, és reális létező vagyok, lásd, mennyire fáj ez a pofon, de hát én erre azt mondom, hogy ez is az én tudatomnak egy eléggé durva és rendetlen kivetítése, de nem létezik a valóságban. Tehát ez csupán csak az én ábrándozásom. Na, szóval ez a Descartes-nak az ugye a nagy fordulata. De Descartes azért még nem tagadja Isten létét, tehát ő még azért vallásos. Viszont a mások már nem annyira, például a Baruch Spinoza, zsidó filozófus, aki ugye a mai napig a baloldalnak egy ilyen jelképes ugye figurája, ő már tagadja a személyes Isten létét, és hova megy el? A panteizmus irányába. Tehát, hogy gyakorlatilag Isten azonos a valósággal. Tehát a minden Isten, minden, ami létezik, az Istennek a része, és a vallás az pedig, ha jogosult a vallásnak a léte, akkor egyszerűen a szeretet és a jámbor érzület gyakorlására kell korlátozni. Tehát jótékonykodás, szeressük egymás gyerekek, minden rendben van, mindenki jó, mindenki szép, stb. Tehát erre használ a vallás. Egyébként a továbbiak, például Thomas Hobbes és John Locke, ezek már ugye kételkednek az érzékfeletti dolgok létében is. Tehát minden, ami nem érzékelhető, ami az ember számára nem tapasztalható, az mind nem reális. És így ugye az egész a materializmusba torkol. De valójában a materializmus is nem más, mint egy panteizmus. Tehát tulajdonképpen mit Istenít? Hát az anyagot, az anyagvilágot, az anyagvilág egészét Istennek tartja. Most az egésznek a hátterében egy olyan szervezet áll, amelynek a nevével mi már sokszor találkoztunk, jól ismerjük is, aminek tavaly volt a 300 éves évfordulója, ezt úgy hívják, hogy Szabadkőművesség. Ugye is hát az ember valamiféle iparos egyesületre gondolna, és valójában az eredete tényleg ez, mert hát ugye amikor a nagy London építkezések idején ugye próbálták a középkori céheket felújítani, akkor ugye hát valamiképpen a kőművesek is próbáltak egy ilyen céhet alkotni, de aztán nagyon gyorsan csatoltak hozzá egy eléggé pusztító ideológiát is, amit úgy adtak elő, hogy a művelt és haladó embernek ez az igazi vallása, ez a jövőnek ugye az útja, vallási téren. 1717. június 24-én a Lourdeshoz és a Rostéhoz elnevezett vendéglőben ugye megalakul az első angol nagy páholy azzal a céllal, hogy megépítse a humanitás, az emberiség jelképes templomát. Tehát ugye ők most már szellemi értelemben építik azt a templomot, ami hát az embernek a városa, az embernek a szentélye és az emberközpontú világ. Ugye hát azt mondják, akik értelemben a szabadkőművesek azért nagyon gyorsan mindenféle ilyen ezoterikus és okkult szimbólumot is ugye magukévá tesznek, hogy ez a dátum se véletlen, június 24, ugye mi, ugye keresztények, keresztelő Szent János születését tartjuk ilyenkor, de az, és ez ugye közel van a nyári napfordulóhoz, ami arról híres, hogy ugye a nappalok kezdenek rövidülni, és az éjszaka, hát olyan egy-egy másodperccel kezd hosszabbodni, és ezért vannak ezek a szokások, hogy Szent Iván éjszakán ugye tüzeket nyújtanak is, stb. Tehát, hogy segítsük a fénynek, hogy győzzön a sötétség felett. Mert hát a sötétség kezd ugye megint csak előnybe kerülni, és hát nem véletlen, hogy ez a ugye irányzat is éppen ezen a dátumon kezdődik, ami a varázslásoknak, a mindenféle okkult cselekedeteknek a napja, pontosan a sötétségnek a ugye előre kerülése miatt. Egyébként a szabadkőművesség szabályait egy anglikán lelkész dolgozta ki, James Andersonnak hívják, ugye az Isten ő nagy építőmesternek tartja, aki nem adott semmiféle kinyilatkoztatást, tehát abszolút szembefordul a katolikus egyházzal a kinyilatkoztatásra épülő kereszténységgel, és az egésznek a legfőbb célját az emberbaráti tevékenység, a
filantropizmus és a humanizmus gyakorlásában látja. És hát természetesen azért ezek a okkult szimbólumok, ezek valamiképpen az érzelmekre is hatnak, a titokzatosságra törekednek, tehát ami olyan titokzatos, ami olyan rejtélyes, az mindig vonzó is. Úgyhogy hát elég gyorsan terjed a szabadkövűvesség Anglián kívül is, sőt, ugye főpapok, papok is belépnek, hogy nehogy esetleg valaki elmaradottnak, középkorinak tartsa őket, tehát egyházi körökben is. Ez a sík, hogyha úgy tetszik, ez a divat, hogy valaki szabadkőműves legyen. És a latin országokban viszont kifejezetten egyház és vallás ellenes irányba fejlődnek ezek a pálajok, és ezért nem csoda, hogy az egyház kimondja a kiközösítést, az automatikus kiközösítést azokra, akik a szabad kőveséghez csatlakoznak. Hát itt van egy kép, egy ilyen beavatási szertartásról, ugye majd nézzék körbe, ugye hát szóval eléggé brutális jelenetnek tűnik ez, hát ott mindenféle ilyen tőrök vannak, meg koponyák, meg mindenféle titkos jelek, meg fenyegetések, hogyha elárulod a titkot, akkor ez a tőr átjárja a szívedet, meg hasonló, tehát nem éppen az a jámbor is nagyon-nagyon hát szép lelkeknek való ugye szimbolika és ritualitás. Nos, hát akkor a francia fölvilágosodás az egy sajátos ugye arcot öltött. Azért azt tudni kell, hogy azért a Franciaországban hát eléggé ugye a felső körökben megnyilvánul egyrészt a ugye a régi rendszernek a konzervatív hagyományos értékek őrzésének az igénye, de ugyanakkor ez a felső osztály, ez abszolút ugye gyönyör, fajmászú, erkölcstelen életet él, gondoljuk bele, hogy a francia királyoknak hivatalos szeretője van, ugye Madame Pompadour, meg a társai, stb., akiknek, hát ez nem titkolja a király egyáltalán, hogy neki van ilyenje, és hát, hogy rendszeresen le szokta cserélni a szeretőit, mert mindig fiatalabb kell és attraktívabb, és hát például, hogy a napkirályról az is hírlik, hogy ő kifejezetten mondjuk utálta, hogyha valamelyik szeretője mondjuk teherbe esett, úgyhogy mindenképpen azért abortusszal végződtek ezek a terhességek, mert hát ugye, hát egy szerető azért veszít a kívánatosságából és a szépségéből a terhesség és a gyermekszülés által. Tehát mondjuk abszolút erkölcsi romlottság és képmutatás és kétszínűség, ami ugye hát egy nagyon-nagyon ugye rossz képet fest ezekről a felső körökről, és hát óriási a különbség ugye a gazdagabb osztályok, a nemesi osztályoknak a dőzsölése és a parasztoknak a nyomorúságos élete között. Aztán majd nem sokára beszélünk a janzenizmusról, ami egy új irányzat, egy vallási irányzat, ami ilyenkor megjelenik, és a francia egyházat belülről is megosztja. De lényeg az, hogy hát a különböző francia gondolkodók azok teljesen átveszik ugye az angoloknak ezt a vallás ellenességét, ugye az egyes dogmákat, vallási tanításokat kigúnyolják nyilvánosan. Ugye például ugye vannak az úgynevezett enciklopedisták, ugye egy sajátos ilyen gyűjteményt hoznak létre. Az enciklopédia, vagy a tudományok, művészetek és mesterségek elméleti szótára. Ez az enciklopédia 1772-24, vagy 1780-ig még két pótkötetben jelenik meg, szellemesen, de romboló kritikával, egyház és dogma ellenes célzattal dolgozza fel kora egész tudományán. Ugye ennek vezető egyéniségei Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, tehát ezek mind ismerős nevek. Akik többnyire mind ateisták és materialisták voltak. Nagyon hírhet ugye Voltaire-nek a alakja és a szerepe, aki hát egy ügyes tollú író volt, viszont ugye fő célja az volt, hogy az emberiséget meg kell szabadítani
a középkor babonaságaitól, és hát ugye az egyházat ezért el kell taposni, ugye a híres mondás, hogy tapossátok el a gyalázatost, és amennyiben Istennek van szerepe a gyönyörű új korban, akkor az az, hogy a rendőr szerepét töltse be, tehát egyfajta ilyen rendfenntartó, és hát az embereket ugye, hogy mondjam, fenyegetéssel a jó útra terelő egy ilyen ábrán legyen. No, tehát Voltairenek a műveiben mindaz, ami szent volt és magasztos a kora ember előtt, az mind ugye gúnytárgya lesz, és hát érdekes ez a történet, hogy azért, mivel hogy ő jezsuita iskolában nevelkedett, tehát a szíve mélyén azért volt egyfajta hit, ami elő is jött a halálos ágyán, amikor egyszer nagyon megbetegedett, és hát ugye a föloldozás föltétele az volt, hogy vonja vissza, és bánja meg nyilvánosan mindazt, amit írt is tett az egyház ellen, nem is tette, mitán Isten meggyógyult, és folytatta ott, ahol abba hagyta, és amikor újra halálos betegségbe esett, akkor ugye már a barátai nem engedtek hozzá papot, hogy nehogy megint az történjen, hogy nyilvánosan megtagadja és visszavonja a tetteit. Tehát ugye, aki játszik a kegyelemmel is egyszer visszautasítja, nem biztos, hogy lesz egy második alkalom, mint hogy neki se volt, és ugye szentségek nélkül halt meg. Aztán, hogy szívében megbánta, nem bánta meg, ennek Isten a tudója, ebben mi nem szó, nem nyilatkozunk ebben. Na, egy másik ugye ilyen híres enciklopedista, a Jean-Jacques Rousseau, ugye aki már a politikai demokrácia és a köztársaság érdekében emeli föl a szavát, ő egy deista egyébként vallásilag, aki a természetes kereszténységet szorgalmazza, és hát a környezet és kultúra befolyásától nemtesen fejlődő ember kialakítását tűzte ki célul. Ugye, tehát ez az a nevelési elv, hogy az ember alapvetően bűntelenül, tisztán és teljesen ugye hát romlatlan természettel születik, és nem kell a neveléssel elrontani. Tehát egyszerűen engedik el, hogy mint egy vadhajtás, úgy növekedjék, és akkor az összes jó és pozitívum, ami benne van, az úgy ki fog csírázni. Tehát nem kell nyesegetni, nem kell hát erőszakkal ugye valamilyen irányba terelni, majd ő magától ugye kifejlődik. Egyébként a Rousseau-nál már megjelenik az érzelmeknek a fontossága, és hát ugye ez már megnyitja az utat a következő nagy irányzat a romantika felé, mert ahogyan a fölvilágosodás ugye csak az értelemre figyel, addig a romantika majd megint fölfedezi az érzelmeket, fölfedezi mondjuk a középkort is, meg a vallási élményt is, de mindez inkább ilyen érzelmi, mint intellektuális szempontból. Hát az egy következő fokozat. A németeknél is említsünk meg néhány nevet. Hát például ugye Gottfried Wilhelm Leibniz, aki hát egy világhírű tudós volt, és feltétlenül hitt a haladásban, minden téren az ellentétek kiegyenlítésére törekedett, és hát ő is úgy gondolta, hogy az új természettudományos ismeretekkel tulajdonképpen mindenből a legjobbat, a legszebbet tudjuk átvenni és továbbfejleszteni, és ilyen módon hát ugye létrejön ez az ideális ugye jövő társadalma és vallása. A felvilágosodást terjesztették a nagy német írók is, Lessing, Herder, Wieland, Schiller, Goethe, akik már ugye teljesen távol állnak a kinyilatkoztatás, a dogmákra épülő vallástól, és számukra a vallásosság tisztán természeti, humanista alapokon nyugvó moralizáló, tulajdonképpen egy ilyen moralista vallásosság volt. Mindenképpen fontos megemlíteni Immanuel Kantnak a nevét, aki ugye Descartes után a modern ugye német idealista filozófiának a másik atya. A Kantnak a legnagyobb, legfontosabb tulajdonsága az agnoszticizmus. Tehát az, hogy mi nem tudjuk, hogy milyenek a dolgok valójában, milyen a világ önmagában. Ő ezt úgy nevezi, hogy Ding an sich, tehát a dolog önmagában, ez nem ismerhető meg. Tehát én csupán ugye a saját agyamnak a kategóriáival tudok gondolkodni,
bizonyos dolgokat föl tudok ismerni, de hogyha az én ismereteimnek van-e megfelelője a külvilágnak, vagy nincs, vagy hogy az a külvilág milyen, azt nem tudhatjuk. Ugye hát a mi teológiai ugye, óráinkon is, amikor én kezdtem a kispapságot, akkor is ugye hát ezzel szédítettek minket, hogy amikor mi kimegyünk ebből a teremből, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez az asztal ez itt marad, és ez az asztal tényleg egy barna színű faasztal lesz, hanem abszolút nem tudjuk, hogy mi van itt és mi lesz, amikor mi, mint megfigyelő alanyok nem leszünk jelen. Tehát ugye az abszolút bizalmatlanság az objektív valóság létében, az ember megismerő képességében. Tehát ugye természetesen Kant számára Isten, lélek és a halhatatlanság olyan a priori eszmék, tehát eleve adott eszmék, amelyek csupán fogalmak, tehát nincs léttartalmuk, hiszen a tapasztalat segítségével nem ismerhetők meg. Ezért mindig a gyakorlati ész erkölcsi érzékére kell alapozni. Tehát van az úgynevezett kategorikus imperatívus, ami azt jelenti, hogy ugye kimondja a mi tudatunk, hogy ezt tedd és ezt ne tedd, tehát ezt követni kell, de ugye ezen kívül sem, és erre kell alapozni. Tehát ez a gyakorlati észnek a következménye. És hát ugye Kant óriási hatása volt egészen a modernkori teológusokig mindenkire, aki ugye filozófia, teológia téren megszólal a felvilágosodás kora óta, és hát nagyon sok minden baj is rávezethető vissza. Egyébként főleg a protestáns egyetemeken és szószékeken ez a Kant-féle racionalizmus és szkepticizmus ez teljes mértékben egyeduralkodóvá vált. És hát aztán persze majd meglátjuk, hogy átkerül a katolikus ugye, teológiákra is, a katolikus gondolkodásba is. Hát például, amikor Bécs nagy apostola, a Hofbauer Szent Kelemen, ugye kispapként hallja az ő tanárai szájából a különböző kantiános eszméket, és ugye ez sem biztos, az sem biztos, ezt is rosszul tudtuk, ezt is rosszul hittük, akkor ő ugye fölszólal, és azt mondja, hogy professzor úr, de a katolikus egyház nem ezt tanítja, mi nem ezt hisszük. És akkor ugye persze jó ledorombolják, jó leszígyják, hogy hát micsoda primitív, micsoda elmaradott, ugye középkori babonákba hívő ugye, ember, aki alkalmatlan a papságra, és aztán később már híres ugye, apostola volt Bécsnek, meg szónok, meg lelki atya, és találkozott a professzorával, aki hát azóta már teljesen ugye hát elszegényedett, és a katedráját elveszítette, már mindenki megfeledkezett róla, és akkor a professzor bocsánatot kér, és azt mondja, hogy igazad volt Kelemen atya, hát te éreztél rá a helyes útra. Tehát csodák azért voltak is, hát ma is olykor előfordulnak ilyen fajta csodák, sajnos nem túl gyakran. Hát és ugye nézzük akkor, hogy az egyes országokban hogyan hatott ki ez a gondolkodási áramlat az államhatalomra, illetve az egyház életére. Ugye hát nagyon sok uralkodó ezt magáévá tette ezt a gondolkodásmódot, és próbált egy ilyen ideális társadalmat kialakítani, de erőszakkal. Tehát ráerőltetni a buta emberekre azt, ami jó, de ők nem ismerik föl. Viszont ugye egy ideális társadalmat kialakítunk, és ugye ez az úgynevezett abszolutista, ugye monarchizmus, tehát az abszolutista uralkodók próbálják ezeket az eszméket ugye a társadalomra ráerőltetni, és hát ebben az egyik legnagyobb akadályt az egyházban látják. Tehát az egyházat a hatalmuk alá kell gyúrni, és valamiképpen Rómától egyre inkább elszakítani, függetleníteni, és hát az egyház belső életét is politikai ugye, eszközökkel meghatározni. Ezeknek a ugye, törekvéseknek Franciaországban az a neve, hogy gallikanizmus, Németországban az a neve, hogy febronianizmus, és ugye a Habsburg monarchiában pedig úgy hívjuk, hogy josephinizmus, ugye a kalapos királyról. Hát nézzük először röviden a franciákat. Ugye hát
ugye, hát a Franciaországban mondjuk a Vesztfáliai békét, ugye, ami a 30 éves háborút lezárta, ugye a következő korszak az egy ilyen nagy föllendülés és hegemónia korszaka volt. 13. Lajosnak ugye a nagy államférfiai, a két bíboros, Richelieu és Mazarin irányítják Franciaországot, és Európa első államává próbálják tenni a korlátlan állami abszolutizmus segítségével. Aztán ugye 14. Lajos a napkirály, akinek az erkölcs életéről már szóltunk egy pár szót, ugye. Hát ő nem csak a francia gloárt, a nagy ugye birodalmi fényt és hatalmat próbálja megvalósítani, hanem ugye egy terjeszkedő politikába kezdve, meghódítja a mai Belgiumot, Elzász-Lotaringia nagy részét, és hát a spanyol trónt is meg akarja szerezni, beavatkozik a spanyol örökösödési háborúba, ami katonai kudarccal végződik, gazdaságilag pedig ide csődben, kiürül az államkincstár, és a nép pedig nagyon elszegényedik. Na most hát azt mondja, hogy az egyházi téren viszont 14. Lajos megpróbálja abszolút ugye a hatalmát érvényesíteni az egyházi berkeken belül is. Az egyik, amit megpróbál, hogy teljesen ugye visszaszorítsa a hugenottákat. Ezekről beszéltünk ugye a kálvinizmusnál, és azt mondtuk, hogy a francia kálvinistákat hugenottáknak hívják, és hát aztán ugye ott voltak különböző ugye kiegyezések is, meg engedmények is az ő javukra. Na most ezt az úgynevezett Nanti ediktumot, ami számukra szabadságot biztosít, ezt Lajos visszavonja, megtiltotta a kálvinistáknak a vallásuk nyilvános gyakorlását, templomaikat bezáratta, és kiutasította az országból a lelkészeiket. Ők viszont ugye Angliába, Hollandiába, Németországba menekülnek, és hát ott, de viszont Franciaországban is megmaradnak majd titokban. Aztán 16. Lajos és a francia forradalom megint vallásszabadságot ad az ő számukra. De a katolikus vallás, a katolikus egyházon belül pedig ugye megjelenik ez a gallikanizmus nevezetű törekvés, amely a pápa jogaival ellentétben egyre inkább ugye azt hangsúlyozza, hogy a francia egyháznak vannak sajátos jogai, sajátos privilégiumai, és ugye nagyon sok pápa jogot maga a francia király gyakorol. Hát ugye Franciaország a egyház legidősebb leánya, és hát ott is volt egy ilyen privilégium, mint ami például a magyar királyok esetében, tehát hogy bizonyos jogai voltak a királynak a püspöki kinevezésekben, az egyházmegyék szervezésében, stb. Tehát ezeket hangsúlyozzák, de ez nem egy újdonság, hiszen ugye még amikor az avignoni fogságról beszéltünk, akkor ott említettük, hogy hát 70 éven keresztül gyakorlatilag a pápa és a francia királynak a bábja volt, és hát ugye például a templomos lovagrend eltörlése, ugye szép Fülöp francia királynak ugye a mesterkedései révén. Tehát mindig is volt egy ilyen francia törekvés erre a egyház fölötti uralomra. És most viszont hivatkoznak az úgynevezett konciliarizmusra is, ami egy eretnekség, ami ugye azt állítja, hogy az egyház vezető testülete valójában az egyetemes zsinat is, nem a pápa. Ugye ez akkor alakult ki, amikor fel kellett számolni a dupla, illetve a tripla pápaságot, és akkor ugye a Bázel-Ferrarai zsinat, a mi királyunk, ugye Zsigmond király és német császárnak az asszisztenciájával végül is megoldotta a helyzetet, de nagyon erős volt a kísértés, hogy a jövőben ne forduljanak elő ilyen helyzetek, akkor tagadják a pápa elsőbségét, és az egyetemes zsinatot a pápa felé helyezik. Na most ez melegíti föl a gallikanizmus, és így próbálja ugye például megtiltani a Rómába való fellebbezést, megtiltja azt, hogy a püspökök vagy a pápával, illetve a rendfőnökök a római generálisukkal kommunikáljanak,
kisajátítja magának a pápa egyházi állásokat betöltő jogát, és hát tudjuk, hogy egy király azért nem a legjámborabbat és a legalkalmasabbat fogja kinevezni az egyházi állásba, hanem a saját politikai, ugye, szövetségeseit, akiket jutalmazni akar. És hát ez az egyház életére mindig rossz hatással van. Megjelenik 1594-ben egy mű, a Gallikán egyház szabadságai, ami azt mondja, hogy a francia királynak jogában áll nemzeti zsinatot összehívni, a pápai nunciusok jogai Franciaországban korlátozni kell, francia püspökök római utazásait megtiltani. Van egy ilyen úgynevezett királyi tetszvényjog, a placetum regium, tehát hogy a királynak jogában van meggátolni, hogy a pápai rendelkezések hirdetését is végrehajtásán a saját országában. A pápának csak végrehajtó hatalma van, ő ugye csupán az egyház első minisztere, a legfőbb törvényhozó és végrehajtó hatalom az egyetemes zsinatot illeti meg, és az egyetemes zsinat tévedhetetlen, éppen ezért. Nem a pápa, az egyetemes zsinat. Hát majd azt, amikor az első vatikáni zsinatról beszélünk, és a pápa tévedhetetlenségről, akkor erre is majd kitérünk, hogy ez hogyan fejlődött ez a fölfogás. Aztán ugye, hát tudjuk az, amikor beszéltünk a protestantizmus magyar terjedéséről, akkor említettük, hogy az egyik baj az volt, hogy a püspök nélküli püspöki székhelyeknek a jövedelme, ugye az a király illette meg a széküresedés idejére. Sőt, hát kinevezhetett olyan pozíciókat is, olyan pozíciókba is embereket, amiknek a kinevezése ugye a püspök feladata volt. Most Franciaországban ugyanez volt, ezek az úgynevezett regália jogok, tehát hogy ugye az üresedés esetén a püspökség jövedelme a király illette meg, és ebből kifolyólag hát a király nagyon sok püspökséget nem töltött be, ő ugye zsebelte be a jövedelmet, ő osztotta ki a javadalmakat, a címeket, és hát ehhez ragaszkodott, mint ugye saját gallikán jogaihoz. A gallikanizmus csúcspontja az 1682-ben megfogalmazott gallikán cikkelyek voltak, ahol ugye, hát azt mondja, hogy a pápának csak lelki hatalma van, a világi fejedelmek fölött nincs sem direkt, sem indirekt hatalma, mert a király közvetlenül Istentől nyeri a hatalmát. A pápa mindenben alá van vetve az egyetemes zsinatnak, a zsinat az, ami közvetlenül Krisztustól kapja a hatalmat, és ugye a pápa hatalmát ezért korlátozzák az egyház által elfogadott kánonok, illetve Franciaországban még az ősi francia jogszokások is korlátozzák a pápa egyházi hatalmát. A hitbéli ügyekben a pápa döntései csak akkor csalakozhatatlanok, ha az egész egyház jóvá hagyja. Tehát ugye ahhoz, hogy egy tévedhetetlen jelentés tévedhetetlen legyen, nem elég, hogy a pápa jelenti, hanem mindenkinek jóvá kell hagyni, el kell fogadni. Tehát egy ilyen abszolút demokrácia. Igen, és hát az, aki meg kellett, hogy vívjon a francia királlyal, az nem más, mint a boldog 14. Ince pápa, akit mi ugye magyarok nagyon tisztelünk, szeretünk, hiszen ő volt az, aki ugye hát különösen is támogatta a magyar török ellenes ugye harcot, és akinek aztán a Buda felszabadítása is köszönhető, ott van a várban a szobra, a hála jeléül, és hát ő ugye nem csak pénzt, katonákat szerzett, hanem egy imahátteret is biztosította, tehát egy nagyon talpra esett és szent életű pápa, aki ugye nem ismerte el a gallikán cikkelyeket, megtagadta azoknak a püspököknek a kinevezését, akit a király ugye kijelölt, és hát ezért rengeteg püspöki szék betöltetlen volt, ugye. Hát ez majd a francia forradalmat is elő fogja segíteni, hogy nincsenek pásztorok, betöltetlenek a székek. És hát az egész gallikán helyzetet még rosszabbítja az úgynevezett janzenizmus megjelenése. Na most ez egy eretnekség, ami tulajdonképpen a kálvinizmus befolyása a katolikus ugye, tanításra. A nevét Cornelius Janzen lőveni tanártól, illetve Ipperni püspöktől kapta,
aki ugye egy Augustinus nevű könyvében 1640-ben Szent Ágoston tanítására hivatkozva néhány ugye elég furcsa tétel terjesztett elő, de valójában ez csak az ő halála után került nyilvánosságra is terjed el. Aztán majd később van egy apát, a Szent Sziráni apát, aki gyakorlatilag ugye kifejti a janzenizmusnak a tanításait, és mondjuk az egyik törekvése a janzenizmusnak, hogy vissza kell állítani az ősegyház bűnbánati fegyelmét. Vagyis az érvényes feloldozáshoz mindig szükséges a tökéletes bánat. Tehát ugye a katolikus tanítás az, hogy halálveszélyben a tökéletes bánat, amikor a bűneimet nem félelemből, nem Isten iránti szeretetből bánom, akkor az eltörli a bűnöket. Persze, hogyha mégis túlélem a repülőzuhanást, vagy a bombázást, akkor utána meggyógyom ezeket a bűnöket. Természetesen. De ha belehalok, akkor Isten megbocsájtott nekem a tökéletes bánat lényét. De a gyónás akkor is érvényes, hogyha nem ilyen tökéletes bánatom van, hanem csak tökéletlen bánatom, vagyis ugye még az is elég, hogyha pusztán félek a pokoltól, a büntetéstől, és szégyellem, amit tettem. Tehát ez is elegendő. A janzenizmus azt mondja, nem. Csak a tökéletes bánat számít, még gyónásban is. A pap nem feloldoz, hanem csupán kijelenti, hogy Isten megbocsájtotta a bűnöket. Na most ez Calvin. Ez ugye protestantizmus. Aztán az elégtételt a feloldozás előtt kell elvégezni, úgy, mint az ősegyházban, tehát nem utólag, hanem előtte. Szentállozáshoz csak akkor szabad járulni, hogyha az emberben hiányzik még a rosszra való hajlandóság is. Tehát nem csak a bűnt kell teljesen ugye nélkülözni, hanem még a bűn iránti hajlamot is, és ezért a leghelyesebb, ha az ember csupán vágyakozik a szentáldozásra. Tehát ténylegesen nem áldozik. Na most ugye ezért van az, hogy a művészetben, például a janzenista vidékeken, Olaszországban vannak ilyen templomok ma is, ahol a tabernákulum nagyon magasan van, az ember gondolja, hogyan jutottak el odáig, hogy kivegyék a szentséget, hogy áldoztattak. Hát a válasz az, hogy nem nagyon áldoztattak, mert nem volt rá szükség, senki sem mert áldozni, hogy az ott a magasban trónoljon, és hát imádjuk, de nem közelítünk hozzá. Majd például azt mondják, hogy a janzenista feszület, az így néz ki, hogy Jézusnak így nagyon szinte ugye függőlegesek a karjai, tehát nem ez a széles kitárt kar, hogy többeket magához öl el, hanem szűk a mennyországba vezető, tehát így lóg a kereszten gyakorlatilag. Tehát nagyon kevés az üdvözült, nagyon-nagyon nehéz oda eljutni, és hát az ember még ha megfeszíti magát is, annyira törekszik, akkor is, hát legvalószínűbb, hogy elkározik ennek ellenére. No, ugye az a janzenisták ellen ugye lábasai azok a jezsuiták. Tehát a kettő irányzat között állandóan folyik ugye a harc, mert a jezsuiták többek között hát a Jézus szíve tisztelet, meg az első péntek, meg egyéb ugye gyakorlatok terjesztésével inkább a gyakori szentségvételt, a rendszeres gyónást, áldozást szorgalmazzák, és hát a janzenisták viszont támadják őket, hogy túlságosan lazzák és túlságosan engedékenyek, és az embereket szentségtörésre biztatják. Na most kik voltak a janzenizmusnak a támogatói? Hát ezen a Saint-Cyráni apáton kívül egy Antoine Arnaud szorgalmi doktor volt, akinek a nővére Angélique Arnaud a Párizs melletti Port Royali Ciszterci kolostor apátnője volt, és itt látni ezen a képen a Port Royali kolostort és az apácákat is, akikről az a mondás járta, hogy tiszták, mint az angyalok, de gőgösek, mint az ördögök. Úgyhogy ez a janzenizmusnak a lényege, hogy tiszták vagyunk, mint az angyalok, de ettől még ugyanolyan gőgösök, mint az ördögök. És ugye hát az egyik nagy támogatója ennek az irányzatnak Blaise Pascal volt, a híres ugye matematikus és tudós, aki hát egy roppant vitriolos tollal megírta a Levelek egy provinciálishoz nevű című művét, ahol a jezsuitákat kifigurázza és támadja. Most minden esetre
azért hogy viszonyult a francia abszolutista királyhatalom a janzenistákhoz? Hát ugye a janzenisták azok nem nagyon nézték jó szemmel a királynak ezt a rátelepedését az egyházra, viszont mivel ők is szembe kerültek Rómával, ezért csak-csak számítottak a királyhatalom támogatására, úgyhogy végül is egyfajta, tisztázatlan helyzet alakult ki. A végeredmény az lett, hogy a király parancsára a Port-Royal kolostor bezáratták, hát szétszélesztették az apácákat, és végül le is rombolták, és föl is égették ezt a kolostort. No, igen. A janzenistákkal szemben, ahogy mondtuk, a jezsuiták léptek fel, és hát ugye ajánlva a gyakori szentáldozás és a szentségek gyakori vételi. Egyébként a janzenistáknak volt egy holland irányzata is, akik elszakadtak a katolikus egyháztól egy tiltott püspök szentelés miatt. Na most ugye ez a holland szakadás Utrechtben történt, mert Utrechtben volt egy olyan ugye ősi jog, hogy a káptalan választja meg a püspököt. Ez nagyon sok német ugye egyházmegyében a mai napig van, hogy a pápa azok közül választ, akiket a káptalan fölterjeszt. Tehát egy három szemét fölterjeszt, és akkor ugye hát tulajdonképpen a kanonokok választanak. Most tehát a Utrechtben is egy ilyen szokás volt, és hát végül is ezek az utrechtiek egy janzenista papot választottak érsekké, akit a pápa nem erősített meg, de mégis találtak egy püspököt, aki fölszentelte 1723-ban, és ilyen módon alakult ki az utrechti janzenista egyház, ami az első vatikáni zsinat után egyesült az úgynevezett ókatolikusokkal. Tehát az ókatolikusok azok ugye egybe olvadtak végül is ezekkel a janzenistákkal. Na, szóval a jezsuitákat megemlítettük, egy különös ugye, hát fejezet ebben a történetben a jezsuita rend eltörlése, mert ugye hát egy pár évig a jezsuitákat bizony betiltotta a pápa, és megszüntette a létüket, arra hivatkozva, hogy a mai kor viszonyai között már nem képesek betölteni azt a nemes küldetést, amire alapította őket Loyolai Szent Ignác. No, szóval mi volt az oka a jezsuiták ugye eltörlésének, megszüntetésének? Az, hogy ugye idővel nagyon nagy hatalomra tettek szert. Tulajdonképpen ugye ők kifejezetten az uralkodó osztályt célozták meg, hogy hát lehetőleg jezsuita legyen az uralkodóknak a gyóntatója, lelki atya, tanácsadója. Aztán hát a politikába is keményen beleavatkoztak. Volt olyan jezsuita, aki mondjuk nagyon komoly gazdasági tevékenységet is folytatott, stb. Szóval ez a politikai ugye befolyás, ami túlzott öntudatot és érvényesülési vágyat alakított ki bennük. Egyébként létszámban is nagyon elterjedtek, hát 1750 körül már 39 rendtartomány volt, 1563 intézet és 22.589 rendtag. Ugye, tehát ez eléggé sok volt, és hát beavatkoztak a politikai gazdasági életbe. Nagyon sok irigye, ellensége támadt a jezsuita rendnek, de akkoriban ugye hát nem csak ezt a politikai befolyást támadták, hanem azt is, hogy ugye a jezsuiták akkoriban még azért egy nagyon kemény irányt képviseltek, és mondjuk a jezsuita iskolákban ott rend volt is fegyelem, és a skolisztikus rendszer szerint tanították a teológiát, ott aztán ugye tehát egyszerűen a pápaság és a katolikus egyháznak a védőbástyái voltak. Tehát valójában nagyon sok ilyen abszolutista uralkodó a katolikus egyházat akarta meggyengíteni és kiszorítani
a jezsuiták elleni támadással. Ugye az egész Portugáliából indul, ahol a jezsuiták halálos ellensége Pombal Márki, ugye a paraguai jezsuita redukció kapcsán robbantja ki a nehézséget. Ugye a múlt alkalommal a missziótól beszéltünk, és mondtuk, hogy Paraguayban jezsuiták létrehoztak ilyen idézetben TS-eket, tehát ilyen szövetkezeteket indiánokból, aluljárt nem csak a hitre tanították őket, hanem a fölművelése, a letelepedett életre, volt egyfajta önkormányzat, és védték őket ugye a spanyoloknak és a portugáloknak a kizsákmányolásától. Na most hát ezeket a redukciókat a portugál ugye hatóságok megszüntették, az indiánok föllázadtak, a lázadást leverték, és az egészet a jezsuitákra hárították a portugálok. Aztán volt a király ellen is egy merénylet, amit szintén a jezsuitákra próbáltak rákenni, és az eredmény az volt, hogy Pombal Márki hatására ugye 1759-ben a rend vagyonát lefoglalták, először Portugáliából, majd a gyarmatokról is száműzték őket az egyházi államba. Tehát az volt a bevett szokás, hogy a száműzött jezsuitákat, azokat mind szépen ugye hajóra tették és hazaküldték a pápának, a pápai államba. Ugye. És hát aztán ott idő az úton is nagyon sokan meghaltak, meg hát a pápai államban is nem volt szükség annyi papra, úgyhogy hát eléggé nagy nyomor vált rájuk. No, szóval Franciaországban ott 15. Lajosnak az ágyasa, a Pompadour Márkinő volt az egyik ludas a jezsuiták száműzésében. Azt mondják egyesek, hogy azért, mert a király jezsuita gyóntatója csak úgy volt hajlandó a király feloldozni, hogyha elküldi Pompadour asszonyt, és hát ugye bosszút kellett állni azért a jezsuitákon. De minden esetre hát volt egy gazdasági ügy is, az egyik jezsuita atya, Lavalet atya, ugye hát igen kemény gazdasági tevékenységet folytatott, és aztán ugye hát végül is belebukott a vállalkozásába, és aztán hát a ennek kapcsán ugye hát tört ki a botrány, ami a jezsuiták száműzésével végződött. Lényeg az, hogy két hely volt, ahol befogadták a jezsuitákat jellemző módon. Két ugye olyan ország, ami nem katolikus, az egyik Oroszország volt, nagy Katalin cárnő, ugye menedéket biztosított, mert a jezsuiták nagyon jó iskolákat működtettek, és ugye hát a tanítói tevékenységükre volt szükség. A másik ország pedig Poroszország, ugye ahol második Frigyes porosz király, szintén mint tanítókat ugye alkalmazta őket. És egyébként ez csak zárójelbe, hogy a jezsuiták még az orosz ortodox papképzésben is részt vettek, és nagyon sok, például az orosz liturgikus könyvekben nagyon sok olyan utasítás Ungrika került be, ami szinte szó szerint megegyezik a tridenti római mise könyvvel. Sőt, azt mondják, hogy egy időben még a latin, tehát a katolikus föloldozási formulát is alkalmazták az oroszok ennek köszönhetően. Tehát érdekes, hogy ugye az ortodoxiára nem gondolna az ember, hogy a jezsuiták is befogással lehetnek, de így volt. No, szóval a 14. Kelemen pápa volt az, aki 1773. július 21-én feloszlatta a jezsuitákat. Ugye egyébként a franciák jó megfenyegették, azt mondták ugye, hogy hát megszállják az egyházi államot és kiutasítják az összes szerzetest, hogyha nem oszlatja föl a jezsuitákat. Tehát némi nyomás alatt tette meg ezt. Azonban ugye hát nem sokkal később, 1814-ben a következő 7. Pius pápa visszaállította őket. Nagyon hasonló, most már a vége felé próbálom lezárni a témát. Ugye hát Németországban ez a bizonyos febronianizmus, ez hasonló elveket vallott, mint a gallikanizmus Franciaországban. Azzal a különbséggel, hogy ők nem egy ilyen nemzeti egyházat akartak létrehozni, hanem csupán csak ugye a pápa hatalmát akarták visszaszorítani a német püspökök javára. Ugye ez ma is ismerősen cseng, hogy a német püspökök azok a hatalmat a saját kezükbe szeretnék tartani. És hát ugye a febronianizmus elnevezés az egy Nikolaus Johann von Hontheim
re vezethető vissza, akinek az álneve az volt, hogy Febronius, és ezen név alatt adta ki az ő műveit. No, szóval ez volt a... És hát még egy pár szót szóljunk azért zárásként a osztrák, illetve magyar helyzetről, második Józsefről. Hát ugye még az ő édesanyja, Mária Terézia is, aki egyébként egy hát jámbor uralkodó nő volt, meg hát ugye sok gyermek édesanyja, stb. Meg hát azért a barokk ugye vallásosság hagyományai nevelődött, de azért a körülötte lévők azok már a janzenizmussal rokon szenveztek. Például a házi orvosa, Gerhard von Swieten, aki nagyon nagy ellenség volt a jezsuitáknak, aztán a gyóntatója, Ignác Müller apát, és még mások is, ugye arra vitték Mária Teréziát, hogy hát sok mindenben azért függetlenítse magát a pápától és az apostoli szentszéktől. Eleinte még több mindenre kikérte a pápa jóváhagyását, például a parancsolt ünnepeknek a csökkentése kapcsán, aztán mondjuk a teológiai oktatást is meg akarta reformálni. Rájött arra, hogy a lelkipásztori szükséglet azt indokolja, hogy növelni kell a plébániák számát, tehát voltak itt pozitív dolgok is, de például abban már nem kérte ki a pápa engedélyét, amikor bevezette 1771-ben az amortizációs törvényt. Ez azt jelenti, hogy amikor ugye egy vagyon az egyház kezébe kerül, akkor ez holtkész. Mert az a vagyon a társadalom számára elveszett, azt nem lehet tovább forgatni, tehát az amortizálódott, az kikerült a forgalomból, és ezért nagyon próbálta korlátozni az egyház vagyonszerzési képességét. Aztán már Mária Terézia is például maximálta a szerzetesek létszámát, tehát hogy mennyit lehet fölvenni egy szerzetes rendbe, megtiltotta, hogy a szerzetes növendékek 24 éves koruk előtt fogadalmat tegyenek, csökkentette a körmenetek, a búcsújárások számát, stb. Tehát ilyen rendelkezései voltak, de mindez még csak ugye gyerekjáték a fiához képest, aki ugye nem azért nem koronáztatta meg magát, és azért kalapos király, mert amikor valakit megkoronáznak, az akkor ugye letérdel a püspök elé, és esküt tesz arra, hogy megvédi az egyház jogait is, tiszteli az egyházi felsőbséget, és ugye végsősorban az egyháztól kapja a koronát, meg a királyi fölkenést. Na most József erre nem volt hajlandó, hát majd később látjuk majd, hogy Napóleon is a saját koronázáson ilyen kis színjátékot tartott, ugye, mert nem imponált neki azt, hogy egy pápa előtt letérdeljen és kérje ugye a koronát. Na mindegy, hát ugye a József, második Józsefnek a célja az volt, hogy az egyházas csupán ugye a lelki ügyek intézésére, a szentségek kiszolgáltatására korlátozódjék, és kiszolgálja a felvilágosult jóléti államokat, jó alattvalókat nevegyen az uralkodónak. Pápai bullákat ugye csak az ő engedélyével lehet kihirdetni, a püspökök nem tarthatnak kapcsolatot Rómával. A házasság az egy polgári jellegű szerződés, amit elsősorban ugye át az államrend szabályoz, és hát ha van valami egyházi szabályozás, az mind a helyi püspökök intézzék, tehát ne kelljen Rómához fordulni fölmentések és ugye peres ügyek kapcsán. Ami mondjuk minket, premontrejeket is érintett, hogy mindazokat a szerzetes rendeket feloszlatta, amelyek nem voltak hasznosak, ugye a hasznosság ellen, említettük, vagyis nem oktatással, betegápolással, lelkipásztorkodással foglalkoztak. Innentől kezdve ugye azok a rendek, amelyek túl akarták élni ezt a rezsimet, elkezdtek ugye tanítani, mint például bencések, ferencesek, tiszterek és premontrejek is. Tehát mi ugye azóta vagyunk tanítórend, mióta második József akaratunk ellenére ezt ránk kényszerítette. És meg ezt a többiek is elmondhatják, mert nem ez az eredeti profil, de a túlélés érdekében megtörtént. Hát ugye akik nem voltak hajlandók belemenni, azokat föloszlatta, hogy egy csomó kolostor hát szélne keresztet, és a vagyonukat elárverezte, illetve a föloszlatott vagyont azt egy vallás alapba egyesítette, amiből aztán ugye fizették a
a plébánosokat is, az új plébániák létesítésére is felhasználták a vagyon. Második Frigyes porosz király Józsefet elnevezte a birodalom fősekrestésének. Miért? Mert ugye még azt is megszabta, hogy hány gyertya éghet az oltáron. Nem pazaroljuk ugye a anyagi javakat. Mennyi ideig tarthat a prédikáció? Miről prédikáljanak? Hát lehetőleg ne ilyen túl elvott vallásos dolgokról, hanem ami ugye hát a társadalom rendjét és a polgárok erkölcseit is, hát lojalitását erősíti ugye az államhatalommal szemben. Különösen is utálták ezek a felvilágosodáskori uralkodók az ilyen középkori dolgokat, hogy ereklyék, búcsújárások, körmenetek, az úrnapi körmeneten kívül minden más betiltottak, ugye, mert ez mind babona, fanatizmus és középkori sötétség. Egyébként ezt nem említettem, de ugye a német fölvilágosodás zászlóvivői már kidolgozták azt a rítust, ami csak német nyelven van, ahol ugye például nincsenek mellékoltárok, csak egyetlen egy mise van, ahol a népnek mindent látni kell, mindent értenie kell, mindenben részt kell venni. Gyakorlatilag ugye, tehát semmilyen túl misztikus dolog nincs benne, tehát gyakorlatilag majdnem ugyanaz, amit ugye a modern liturgikus reform megvalósított, csak hát ezt ugye már akkoriban megtették a 18. században. Szóval nagyon-nagyon különös volt, egy pisztolyai zsinat is, ami kifejezetten ilyen rendelkezéseket hozott, hogy hát a papok ne tartsanak magánmisét, mert a mise az csak arra való, ugye, hogy hát a jelenlegi hívek megáldoztassanak, meg hogy tanításban részesüljenek. Tehát egy teljesen ilyen hát eléggé szekuláris fölfogás. No, szóval azért a második Józsefnek ugye az is egy, mondjuk ez, hogy a plébániák számát növelte, ez jó, mert a híveket jobban ellátták. Viszont például az, hogy a helyi szemináriumokat bezáratta, tehát ne legyenek püspöki szemináriumok, hanem központi szemináriumok, ahol ugye jó kis felvilágosodás eszmékkel ugye teletömt racionalista tankönyvekből tanítanak hitetlen professzorok. Ez lesz a legjobb, ugye, hogy a jövő papságát ezek neveljék, és hát ezért ugye létrehozta ezeket a központi szemináriumokat, ahol a skolasztikát és a jezsuita kazuisztikát, ugye a jezsuita erkölcstan száműzték el, mindent a természetes ész követelményeihez kell igazítani. Ugye, hát mondjuk Magyarországon is hát három ilyen generális szemináriumot állított föl Pozsonyban, Egerben és Zágrában, és hát ugye természetesen ilyenfajta racionalista és földvilágosodáskori eszmékkel. Egyébként voltak olyan bátor püspökök, akik szemben mertek szállni ezekkel a dolgokkal, például ugye a Váci egyházmegyének a nagy büszkesége a Ligaci, Krisztóf Anton Ligaci, aki bécsi ugye érsek volt, aztán Vácra került, ugye azt, vagy Batyár József, magyar herceg, prímás, tehát ugye voltak, akik így próbálták a hangjukat hallatni, sőt még a pápa 6. Pius is személyesen elindult Bécsbe 1782-be, hogy a király fejével beszéljen, és próbálja egy kicsit ugye moderálni az ő rendelkezéseit. Hát jól beszéltek, de hát ugye nem sokra mentek, annak ellenére, hogy a császár viszonozta a következő évben a látogatást, Rómába ellátogatott, és hát ugye próbálta egy kicsit a pápát megfenyegetni, hogy elszakítja az egyház, az ő ugye birodalmának az egyházát Rómától, de hát végül is nem történt semmiféle nagyobb ugye megegyezés. Tudjuk azt, hogy halálos ágyán második József visszavonta rendeleteinek a túlnyomó részét, valószínűleg ez volt a föloldozás föltétele, ugye mint a francia királyok esetében, de hát a szellemiség, amit ő ugye az egyházi körökben elterjesztett, az még sokáig utána fönnmaradt, és hát bizonyos vonatkozásaiban még máig is érezhető, tehát azért azt kell mondani, hogy ez egy ilyen nagyon maradandó és nem éppen áldásos hatás volt. De, és itt tényleg lezárom,
hogy tulajdonképpen ezek az eszmék végül is hova vezettek, nem csak egyházi téren, hanem világi, társadalmi téren is, azt majd legközelebb, ami már valószínűleg januárban lesz, mert hogy decemberben lelki nap van, és annak más témája van, akkor majd a francia forradalom kapcsán ezeket majd meglát, meg tárgyaljuk. Köszönöm szépen a kedves figyelmet!